Traktort előzött egy személyautó az 53-as főúton, de a manőver szerencsétlen véget ért. Neki csapódott egy másik gépjárműnek. A tegnapi balesetben hárman sérültek meg. Ma délelőtt Orgovány közelében ütközött egymással két személyautó. Sajnos itt is történt személysérülés. Feltehetően a türelmetlenség játszott közre abban a balesetben, amely során két autó ütközött az 53-as főúton, a Bács-Kiskun megyei Dunatetétlen közelében. Úgy tudjuk, egy traktor előzése közben rohant egymásba a két személygépkocsi. A vétkes sofőr, vagyis a Renault vezetője kezdett a manőverbe, de neki csapódott a kis körös irányába tartó Opelnek. Mindkét gépjármű eleje összeroncsolódott. Az Opelben egy idős házas pár utazott, akiket a balesetet okozó sofőrrel együtt a Kiskunhalasi Kórház sürgősségi osztályára szállítottak. A mentési munkálatok és a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták a főút érintett szakaszát. Ma délelőtt Orgovány közelében a Jakapszállás felé vezető úton ütközött össze két személyautó. A balesetben két ember sérült meg, őket átadták a mentőknek a kecskeméti hivatásos tűzoltók. Helyszíni információink szerint egy helybeli idős férfi okozta a balesetet, aki egy földútról hajtott fel az úttestre, ahol összeütközött az Orgovány felé tartó 20 év körüli kecskeméti lányjal. Úgy tudjuk, a 80 év körüli férfinak nem volt jogosítványa, úgy járt ki a házától a földjére. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt.